A Mátészalkai az ország 26. legelmaradottabb kistérsége, települései közül csak Mátészalkán megközelítőleg 1000-1100 családban nincs foglalkoztatott felnőtt, a munkanélküliek aránya 13% körül alakul. A közösségi központ megépítése ezért is jelentős, hiszen szolgáltatásai elősegítik az iskolázatlanság és a képzettségek hiányából adódó munkanélküliség csökkentését. Egy komplex innovációs oktatási, illetve közösségfejlesztési központot hozunk létre. Nagyon számos funkcióval próbáljuk ezt majd megtölteni. Most pillanatnyilag kialakítjuk az épületet, illetve eszközökkel töltjük meg, illetve elindítjuk az életet ezekben a központokban. És a 15 év alatt, amíg ezt az Európai Uniós finanszírozású projektet fenn kell tartanunk kötelezően, ebben a 15 évben fog majd megvalósulni az a cél, ami a hátrányos helyzetű embereknek, elsősorban hátrányos helyzetű embereknek az életét segíti, tehát munkához történő hozzájutását segíti, képzéseket hoz ide, közösséget fejleszt, a társadalmi kohéziót erősíti, szolgáltatásokat hoz ezekbe a központokba. Tehát egy nagyon komplex csomagot próbálunk kialakítani, és minden helyszínünkön ezt testre szabni, az adott környezetre szabni. A beruházások a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával valósulnak meg összesen 8,9 milliárd forint értékben. Mátészalkán a közösségi központot a Móricz Zsigmond Általános Iskola Kossuth tagiskolájának épületében alakítják ki. A felújítási munkálatok már befejeződtek, a központ előreláthatóan november végén kezdheti meg működését.